Üdvözlök mindenkit! A mai videóban Deadly Lotus Lunáról lesz szó. Ő az egyetlen valamire való Spear, azaz Lanja hős. Igen, Lanja. Jó. 50, tehát megnöveli 50%-kal az Afflicted Enemy-kre, a damage-ét a Lanjának. És ez az affliction az, amikor meglősz egy ellenfelet, vagy megütsz, és utána kap még pár másodpercig damage-et. Tehát itt is van egy és, ezen kívül a lunge-ak affliction-t adnak, ami 18,5% damage-et ad 3 másodpercig. Tehát kifejezetten jó lunge-a. És vannak nagyon erős lunge-ak a játékban. Bless from the past-ot használok, hogy legyen HP-ing. Saurian Close, Saurian Focus 3%-át a HP-nak beleadja a shieldbe, vagy a damage-be, melee damage-be. Saurian Focus 4 energiát visszatölt, ez átlagos. Corrosive Strikes, ez is affliction-t ad, még ráad egy kicsit. Rapid Charge, és nem olyan kicsit, 37%-ot. Csak hát crit hitekre. És ez visszatölti az energiát, ez azért kell, mert egy bizonyos lunge-et fogok használni, és Monster Smash Life Leech-et ad melee-re. Tehát a Air Splitter-t fogom használni, és nekem nyilván a Heavy Attack-ja a nagyon erős. Egyik legerősebb lunge-a játékban belül. Nagyszerű. Voice chat nem is megy. Csak hát nagyon specializált ez a karakter egyféle fegyverre, tehát. Különösebben nincsen, amiért más. Hát jó, nem gyenge más melee fegyverekkel se, de azért lunge-akra van. Tehát itt van lass. Megütöm és látjátok, affliction-t kapott. Tehát egészen jó. És amíg ez az affliction van 3 másodpercig, az 50%-kal több damage-et kap. Kedves. Meg se vár. Nem segítek neki, csak itt állok egyet leülítök. Ezt oldja meg. Hoppá. Hát ezzel nehéz lesz eltalálni. Na csak sikerült. Az emotet benyomhattam volna. Ja, egyébként meg kéne keresni a ballont, ott van. Van egy olyan karakter, hogy Heavy Attack Efficiency-t ad a lunge-ákra, de nem találtam úgy, hogy jobban megéri az energia visszatöltés. Killekre. Amúgy sem fogyasztan sok energiát. Tehát 8 vagy 9 energiát fogyaszt.
Igazából bármilyen melee fegyvert használhatsz, de... Tehát látjátok, ez is azért, ha mondjuk nem kritel, kritel jó nagyot ütne. De azért nyilván ez lándzsára van kitalálva. Ha van egy nagyon erős lándzsátok, akkor talán megérhet kipróbálni ezt a karaktert. Például a Smashert is leolvasztja, csak nem lehet ezekkel bánni. Közben még megmutatom, hogy Atomic Light Expander ez egy gyengébb fajta Air Splitter, mindenben gyengébb igazából. Nagyon erős meg a Sir Lancelot. Sir Lancelot is az a kettő. És az Air Splitter, amit most megéri használni. De ha nincs meg az Air Splitter, de megvan az Atomic Light Expander, akkor azt is lehet igazából. És még a... Az a Black Metal fegyver lándzsát is lehet használni, az se rossz igazából. De vannak, ami régebbi lándzsák volt, azoknak nem éri meg, mert nincs semmi különleges képességük. Tehát ugyanúgy ütnek, mint egy kal, hogy hát úgy lóbálod, mintha valami zé lenne. A fejsze. Tehát azokban semmi érdekes nincs. Nyilván heavy attackot nyomok, ez a rendes attackja. Így szúrni. De szerintem jobban megéri a heavy attackot használni. Főleg azért nem használ durability-t. Egyébként azért is nem használom, mert ezt a fegyvert már Season 10-ből lecraftolta, és próbálom eddig bírja ki. Tehát már több 1000 haszkot megöltem el. Sok. Már 10 000-nél többet, biztos. Egy csomó SSD-t csináltam. Úgyhogy csak ez Paleolunával, mert még mindig erős a Paleoluna. Minden fegyverrel erős, ami mélé. Ott Storm Shield-et csináltam, úgyhogy nem is kellett reptanul, hanem csak beálltam ezzel. De hasonlót ezzel a karakter is meg lehet csinálni igazából. Ilyen kicsi hidat nagyon jól be lehet védeni. Nem tudnak átjutni egyszerűen. Hát igazából nem tudom. Nagyon specializált karakter, ezért nem tudok rá a hatalmas nagy pontot adni, de az egyik legerősebb fegyver típussal jó. De viszont az a fegyver típusokból csak kettőt lehet használni. De az a kettő nagyon erős, tehát elég furcsa helye van a karakternek a ranglétrán. Nem tudnám eldönteni. Ó. Nem tudom, miért vagyok egyfolytában alacsony HP-n. Pedig elég sokat kellene visszatöltsen az a perge. Nem tudok eleget dimidzselni, hogy visszatöltsen, amit kapok dimidzset. Ja, hát ez itt bajos lesz. Tehát egyszer Affliction-t kaptak, akkor nekik annyi nagyjából. Supportba is jó lehet egy
egy Total Rockin' Out-tal, mert az sok... Tehát úgy értve, hogy Total Rockin' Out, vagy egy... Mondjuk nem tudom, hogy ez... Azt hiszem semmi... Igen. Tehát nem tudok most olyan Spear-t, ami Affliction-t ad. De hogyha nagyon érdekes billet, tehát hogy supportba betenni ezt a karaktert, úgy működne. Hogy... Tehát kéne hozzá Total Rockin' Out, hogy adjon egy csomó crit rate-et, és Deadly Blade Crash, tehát ez a Corrosive Strike, mert akkor sok crit hit-ed lenne, és akkor mindig kapnál mondom, egy pillanat, mindig kapnál 50% plusz damage-et. Tehát érdekes build lenne az is, de nem lenne elég túlélés szerintem, hogy ott spammelni a heavy attack-ot. Nálam is például ennek mennyi crit. Tehát egy crit rate, és az a 48%, tehát minden második lövés elvileg crit kéne legyen. Tehát 48 az nem rossz igazából csak. Csak ilyen rendes misszióban itt nem nagyon látom ért. Tehát van valamennyi, de olyan gyorsan kell mozogni, mert annyi felől jönnek az ellenfelek is. Igazából nem sokan, csak sok felőről. És mindig váltogatják az irányukat. Hogy én inkább egy ilyen karddal mennék, mint például a Mythic vagy a Spectral Blade. Tehát ennek ilyen Storm Shield-ekbe, honnan tudod, hogy egy helyről fognak jönni sokan. Mint például most egész jó, csak így sem tudom fenntartani a HP-mat, nem jönnek elegen. Hogy vissza tudjon tölteni, tehát egyfolytában veszítem. Storm Shield-nél majdnem halhatatlan a karakter. Egy ilyen karakter. Csak itt nem annyira. Igen. Á, meg fog halni. Vagy nem. Tehát mindenképpen egy hetest megér ez a karakter, és azért hetest, és nem jobbat, mert csak két fegyvert lehet vele effektíve használni, de az a kettő nagyon erős. És supportba én nem nagyon használom, ha nincsek Paleoluna és szeretitek a... Ám mondjuk Deadly Blade Crash is, nem tudom, ő nem jobb szerintem, de Paleoluna jobb. De ha róla lemaradtatok, de van egy nagyon jó dungeátok, például az Air Splitter, akkor lehet használni nagyon jól. Na, de minden esetre köszönöm a figyelmet, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!